Sziasztok! A mai alkalommal Dijkstra algoritmusával fogunk megismerkedni. Dijkstra. Fú, jól figyelj, hogy a tanár hogyan nevezi őt az előadáson, és a vizsgán is ugyanúgy hitt. Jó, mi hasznunk lehet ennek megismeréséből? Manapság nélkülözhetetlenek számunkra a GPS alapú navigációs eszközök és alkalmazások. Általuk nem csak azt tudhatjuk meg éppen hol vagyunk a térképen, hanem további helyekre való eljutásunk lehetőségeit is megmutatják. A cél ismeretében a mai felhasználatában három dologra kíváncsi. Hol van az a hely? Hogy juthatok el oda? És ami a lényeg, melyik úton a leggyorsabb? Na, erre ad választ az algoritmusunk. Persze egy ilyen kaliberű projektben nem valószínű, hogy a mi közreműködésünkre lesz szükség, de kisebb, egyszerűbb alkalmazások fejlesztésénél is felmerülhet a legrövidebb utak felkutatása, például egy áruházban, vagy egy kiállítás standjai között kalauzolni képes alkalmazás. Legtöbbször talán stratégiai játékoknál tapasztaljuk azt a jelenséget, amikor egy szabad helyre kattintva az irányított karakter, engedelmeskedve a parancsnak, elindul a megadott cél felé, általában a legrövidebb vagy legjobb minőségű utat választva ehhez. Ilyenkor is hasznos lehet számunkra a mai ismeret. Vagy egy furcsább példa, adott egy szociális háló személyekkel és ismeretségen alapuló kapcsolatokkal. Ha kapcsolatba szeretnék lépni valakivel, akit közvetlenül nem ismerek, érdekelne, hogy legkevesebb hány emberen keresztül élhetem előtt, és persze kik azok. Fokozható lenne ez akár a viszonyokhoz társított súlyértékekkel is, ami mondjuk a két tag közötti amolyan unszimpátia mérték lenne, ekkor persze a cél ezeknek a minimalizálása, amikor már az sem baj, ha több emberen keresztül zajlik az elérés, a lényeg, hogy nagy legyen a haverság. Akkor gyorsan pár alapfogalom, egy kis ismétlés. A gráfot már senkinek nem kell bemutatnom, csúcsok vannak, egyes csúcspárok között pedig élek futnak. Ráadásul az élek súlyozottak, tehát tartozik hozzájuk egy számérték, ami most azt jelenti, hogy mekkora költséggel jár az egyik csúcsból a másikba való áthaladás az él mentén. Az út élek csoportja egy összefüggő része a teljes gráfnak. Tekinthetjük egyfajta kiterjesztett élnek, ami mentén közvetett módon eljuthatunk egyik csúcsból a másikba, köztes pontokat is érintve. Az út költsége pedig egyszerűen az útvonalat alkotó élek súlyának összege, ez most összköltség néven fut. Két csúcs között rendszerint több különböző út is létezik, különböző össúly értékekkel. Na, célunk pedig egy olyan út felkutatása, ahol ez a költség minimális, aminél rövidebbet már nem találhatunk. Az ábrán például a nullás csúcsból a négyesbe ez a 20-as össúlyú út visz a legkisebb költséggel. Arra alapvetően nincs kitétel, hogy hány csúcson át vezethet a legrövidebb út, csak az élsúlyok számítanak. Lássuk, mit is képzelt el Dijkstra. Az algoritmus természetesen minimális költségű utak keresésével foglalatoskodik, ezt pedig egyetlen forrásból kiindulva végzi el, azaz egy általunk meghatározott csúcsból keressük ezeket az útvonalakat. Ha egy másik pontról is kíváncsiak vagyunk ezekre, meg kell ismételnünk az eljárást. Egyik érdekessége, ez a módszer annyira menő, hogy az összes többi csúcsba megtalálja a kedvező utakat. Másik érdekesség, hogy ez egy természetes mellékhatás, ugyanis sokkal nehezebb feladat lenne kizárólag egy adott csúcspárra elvégezni a számítást. Egy fontos alaptétellel indítunk, miszerint egy útvonal költsége bármelyél hozzáadásával nem lehet rövidebb. Nincs olyan, hogy megtettem egy utat, majd újabb utak megtételével összességében kevesebbet haladtam. De jó is lenne. Abszurdnak tűnhet erre külön kitérni, de muszáj, mert ez a feltevés a módszer egyik alapja. Ugyanis egy gráf modellben nem ördögtől való a negatív súlyú élek megléte, így pedig már más a helyzet. A lényeg, ha én megtettem egy utat D csúcsból C-be, és minden más AB út eleve hosszabb ennél, ha B-ből el is lehet jutni C-be, akkor is határozottan állíthatom, hogy a DC távolság a legrövidebb ezek közül. Feltételezzük, hogy negatív élek nem fogják keresztül húzni a számításainkat. Működési elve a következő fő lépésekre épül. Adott a forrás egy start csúcs formájában, innen indul az utak keresése.
Minden csúcsra vonatkozóan nyilván tartjuk, mekkora az odavezető jelenleg legkisebbnek vélt összköltség a startból. A kezdő csúcs esetén ezt persze rögtön tudjuk, hogy nulla, hisz eleve onnan indultunk, ergo oda már meg is érkezhetünk. Minden további pont távolságát viszont kezdetben végtelennek tekintjük a starthoz képest. Lehet, hogy el sem jutunk oda. Ezt követően folyamatosan felderítünk és információt frissítünk, amennyiben úgy adódik. Először csekkoljuk a szomszédokhoz, majd a további csúcsokhoz vezető élek és utak súlyát, ha valahova sikerül rövidebb ússúllyal érkezni, felülírjuk a korábban jegyzett értéket. Jöjjön hát a várva várt demonstráció! Itt látható a térképünk, egy gráffal modellezve, a csúcs, köztük pedig a súlyozott élek. Tekintsünk erre úgy, hogy a csúcsok a lehetséges célállomások, az élek a közöttük kiépített járható utak, a költség pedig megadja adott út mentén mennyi ideig tart az áthaladás. Ahogy azt már említettem, minden állomásnál feljegyezzük, jelenlegi ismereteink alapján legkevesebb mennyi idő alatt érhetünk el oda, pontosabban mennyi az útvonal összköltsége, ugye a minimális. Kezdetben mindegyik értéket végtelennek tekintjük, és hát bízunk benne, hogy az eljárás során ez változik majd, akár többször is. Tegyük fel, hogy mi most a nullás csúcsban állunk, innen szeretnénk eljutni egy másik állomáshoz, ekkor rögtön frissíthetjük is az adatokat. Az ebbe a csúcsba való eljutás költsége nulla, a kezdeti felvetésünk pedig itt érvényesül, bármerre is indulok el, nem érhetek ide-vissza rövidebb úton, úgyhogy a nullás csúcsot véglegesítettnek tekinthetjük. Ugyanis alapvetően kétféle módon különböztetjük majd meg a csúcsokat itt. Kezdetben még bármelyikhez írt költségérték változhat, ezek lesznek az ilyen nem telített bíbor színűek itt az ábrán. A folyamat közben viszont sorra találunk olyanokat, akiket úgymond késznek nyilváníthatunk, ami azt jelenti, hogy oda már biztosan nem érkezhetünk ennél rövidebb úton, megtaláltuk hozzá a minimális költséget. Na, kezdetben ilyen lesz például a start csúcs. Valahányszor egy csúcsot így lefixálunk, megvizsgáljuk a szomszédait. Mindegyik esetében vesszük a most véglegesített pontukhoz lejegyzett súlyértéket, ez most ugye egyelőre a nulla, és ahhoz hozzáadva a szomszédhoz vezető él súlyát, megnézzük, kisebb értéket kapunk-e annál, amit jelenleg a szomszédnál látunk. Mivel most még mindenkinél a végtelen szerepel, bőven lesz sikerélmény, az 1-es csúcshoz a 7-es értéket írhatjuk, a 2-es csúcshoz a 9-et, az 5-ös csúcs pedig az eddigiek alapján 14-es költséggel érhető el a 0-as csúcsból kiindulva. Ez eddig olyan, mint a Rubik kocka első sorát kirakni, nem nehéz rájönni. Na de akkor hogyan tovább? A válasz pedig az, valakit ismét véglegesíteni kellene, hogy onnan is ismételhessük ezt a szomszédlátogatósdit. Jó, megint vissza a bemutató elejére, mit mondott a nagy mester? Ha van egy út, aki mindenki másnál rövidebb, a hosszabb utakból már biztosan nem lehet ennél rövidebb útvonalakat kreálni. Ugye, nincsenek negatív élek. Azaz, az 5-ösbe még talán vezethet rövidebb út a 2-esen vagy az 1-esen át, még a 2-es csúcsba is találhatunk kedvezőbb lehetőséget mondjuk az 1-es csúcson keresztül, de ami biztos. Se a 14-es súlyú 5-ösön, sem a 9-es súlyú 2-es csúcson keresztül nem találhatunk rövidebb utat a 7-es súlyú 1-es csúcsba. Egyszerűbben fogalmazva, a még nem véglegesített csúcsok közül a legkisebb súlyút fixáljuk le. Most a csúcs súlya alatt a hozzá feljegyzett összköltséget értem. Véglegesítjük az 1-es csúcsot is. Most már bátrabban merjük feltérképezni a további állomásokat. A 3-as csúcsot így összesen 7 plusz 15, azaz 22-es költséggel tudjuk elérni. Ez határozottan kisebb a végtelennél, így azt felül is írjuk. Megkísérjük a 2-es csúcs felkutatását is, de az összekötőjel 10-es súlyát az 1-es csúcs 7-es súlyához adva már 17-et kapnánk, ami nagyobb a 2-es csúcs jelenlegi 9-esénél, úgyhogy ez az él nem kerül be a legrövidebb útvonalak közé. Jó, nincs több él az 1-esből, a folytatáshoz valakit megint le kell fixálnunk. A módszer ugyanaz, a nem véglegesítettek közül a legkisebb súlyú csúcs a kiválasztott, ez pedig most a 2-es. Gratuláljunk neki! Mindig csak a még nem fixált csúcsokkal foglalkozunk, így a 0-as és az 1-es szomszédok már nem érdekelnek minket.
A hármas csúcsot viszont még érdemes lehet csekkolni. A kettes csúcshoz írt súly 9, plusz a hármasba vezetőjel 11-es súlya, összesen 20. Hoppá! Találtunk a hármasba egy még rövidebb utat a kettes csúcson át. Hasonló a helyzet az ötös csúcs irányába is, oda egy kettes költségi út vezet, ez a 9-el egy 11-es utat alkot, ami kisebb az eddig ismert 14-esnél, itt is frissítjük az adatokat. Jó, jöhet a kiválasztás pillanata. Most az ötös csúcs győzött 11-es össúllyal. Az ebből haladó élek közül csak a 4-es betartóval tudunk mit kezdeni. Ennek 9-es értékével már is frissítjük a szomszédos csúcs végtelennek vélt legkisebb összköltségét 20-ra. Most a készállapotúra nyilvánítás bármelyik csúcsot érintheti, mindkettőnél 20-as érték szerepel, legyen ez most a 3-as. Ebből még egy utolsó vizsgálatot megejtünk, de nem hoz különösebb eredményt, a belőle kivezető 6-os éllel már 26 lenne a 4-es csúcsba tartó út költsége, úgyhogy nem találtunk kisebbet. Jó, akkor tulajdonképpen készen is vagyunk, már mindenhova ismerjük a legrövidebb utakat a 0-as csúcsból kiindulva. Egész pontosan az állomásokhoz vezető legrövidebb utak súlyát tudjuk, a példában az, hogy legkevesebb mennyi idő alatt érünk oda, de mi maga az útvonal? Ha jól megnézzük, a megmaradt élek egy fát alkotnak. A biztonság kedvéért tekintsük ennek éleit irányítottnak a nullás forrásból nézve. Ez a fa a nullából induló valamennyi legrövidebb utat magában foglalja. Lássuk! Ha a nullánál vagyunk, és a 4-es állomásra szeretnénk eljutni, miként következthető ki a számunkra releváns útvonal? A kezdőpontból tekintve nehezebb dolgunk van, mivel több irányba is vezetnek ki élek, ráadásul ez a közbenső csúcsra is igaz lehet, így nem nehéz eltévedni. Befelé viszont minden csúcsba csak egy helyről érkezhetünk, így ezt az adatot érdemes figyelni. Egyszerűen csak visszafelé kell feltérképezni az utat a 4-es csúcsból. A 4-esbe az 5-ösből érkeztünk, az 5-ösbe a 2-esen átvezet az út, amit pedig a 0-ásból kiindulva érünk el, és meg is érkeztünk a kezdőponthoz. Az út tehát 0, 2, 5 és 4. Ennek tudatában már indulhatunk is. Oké, papíron rajzolgatva már biztosan könnyen menne a dolog, nézzük a megvalósítás programozói szemmel. A gráfot a legegyszerűbb szomszédsági mátrixként tárolni, amit remélem már minden jól ismerünk. N csúcs esetén ez egy N-szer N-es méretű mátrix, melynek celláiban nullák és pozitív számok szerepelnek. Például az 1-es és 3-as csúcsok közötti 15-ös súlyú élről a program úgy szerez tudomást, hogy a Matrix 1-3 indexeinél 15-ös érték szerepel. Mivel a viszony kölcsönös, ugyanez igaz a 3-1 index párokra is. Például a 2-es és 4-es csúcsok között nincs közvetlen kapcsolat, ezért a Matrix 2-4, valamint a 4-2 indexeinél is 0-as érték szerepel. Nézzük, hogy a programírás akkor milyen változókkal dolgozunk. Először is adott egy egész szám, az N, a csúcsok darabszáma. A csúcsoknak az azonosító száma pedig ez alapján egyszerűen csak 0, 1, 2, egészen N-1-ig. Akkor adott mellette mondjuk egy graph nevezetű kétdimenziós tömb, ő lesz maga a szomszédsági mátrix, aki a gráfunknak a szerkezetét tárolja, hogy melyik csúcssal áll összeköttetésben, és hogy milyen súlyú az él közöttük. A következő pedig a min, ami szintén tömb, szintén egész számokat tartalmaz, ez egy n-elemű tömb. Ebbe tároljuk el a minimális utaknak a súlyát, amikor megtalálom egy csúcshoz a rövidebbnek vélt utat, akkor ebbe a tömbbe fogom letárolni. Tehát az x indexű elem a min tömbön belül, az a start csúcsból az x-be vezető legrövidebb út súlyát tárolja. Emellé fontos még a pef, ami szintén egy n-elemű tömb, szintén egész számokat tartalmaz, ő pedig az útvonalakért felelős. Nem konkrét útvonalakat tárolunk benne, hanem tulajdonképpen az útvonalnak bizonyos szeleteit, majdhogy nem éleket. Ebbe tároljuk azt, hogy melyik csúcsba, melyik csúcsból tudunk érkezni a startból viszonyított legrövidebb utakon.
Tehát a PEF-tömbömnek egy X-indexű eleme, az egy csúcsnak az azonosítóját tárolja, méghozzá az a csúcs, amelyikből az X-csúcsba érkezünk a legrövidebb utakon, a startból kiindulva. További segédváltozókra is szükségünk lesz. Ezek nem szerepelnek se a bemeneti értékek, se a kimeneti értékek között sem. Pusztán az eljárás idejére hozzuk őket létre, hogy kicsit segítsék a munkánkat. Egyik ilyen a DAM-tömb, ami szintén egy N-elemű tömb a csúcsok miatt, viszont ez logikai értékeket tárol, tehát igaz vagy hamis lehet benne. Ebbe fogom tárolni, hogy mely csúcsok vannak már készen. Az egyszerűség kedvéért azt a módszert alkalmazzuk, hogy ha a logikai DAM-tömbömnek az X-indexű eleménél igaz érték található, akkor az jelentse azt, hogy az X-csúccsal már készen vagyunk. Ergo, alapállapotban a kezdéskor mindenki false lesz benne. Beszéltünk arról, hogy mindig keresnem kell majd egy minimális súlyú csúcsot. Ha a klasszikus minimum keresést akarjuk alkalmazni egyszerű lineáris elvek szerint, akkor ott szükségem lesz két extra változóra, legyen ez mondjuk egy MX, és legyen mondjuk egy MV. Mind a kettőt a kereséshez alkalmazom. Az MX-be tárolom el mondjuk azt, hogy éppen a jelenleg legkisebbnek vélt csúcs kicsoda, és az MV-be tárolom el, hogy konkrétan mi az a súlyérték, ami alapján őt jelenleg a legkisebbnek minősítettem, és nyilván, hogyha találok kisebbet, akkor fölindítom az MV-t is, meg az MX-et is, a keresés után pedig valóban a legkisebbet fogják ezek az értékek tárolni. Nyugi, ez már a finish! Lássuk az algoritmus főbb lépéseit. Képzeljük magunk elé a programkódot. Mondjuk van egy Dijkstra nevezetű függvényünk, ami paraméterként kap egy start értéket, hogy ki legyen a kezdeti csúcs. Mit csinál maga a program? Első lépés, kezdeti értékek beállítása. Ugyanis nem mindegy, hogy indulunk el. Hát először is regisztrálom minden csúcsra vonatkozóan a legrövidebb utak hosszát, ami most a végtelen akar lenni. Ezt a min tömbön belül teszem meg. Ha az adott környezetben nem létezik úgymond a végtelen, akkor valami nagy számot írok bele, mondjuk 9999-et, ami bízom benne, hogy mindennél nagyobb lesz. Egyik csúcs sincs készen, tehát a DAM tömbönbe megjelölöm, hogy még senkit sem tekintünk véglegesítettnek, és akkor már a kezdő csúcsot szépen be is állíthatom, megmondhatom, hogy a kezdő csúcsba vezető súly az természetesen nulla, hiszen ott vagyok. Illetve ez nem lenne feltétlenül fontos, de mondjuk a PEF tömbbe regisztrálhatnám azt, hogy a kezdő csúcsba a kezdő csúcsból érkeztünk. Miután megvolt a kezdeti értékek beállítása, jön az új lehetőségek kiaknázása, és tulajdonképpen ez a magja az egésznek. Itt kezdtek el rövidebb utakat felkutatni, és tulajdonképpen ennek a folyamatnak ismétlődnie kell, egész konkrétan N-1 alkalommal kell megtörténnie. N-1 alkalommal én véglegesítek egy csúcsot, és megnézem a belőle kiinduló éleket, és tulajdonképpen ennyi nekünk elegendő is. Ha ebbe egy kicsit mélyebben bele szeretnénk látni, akkor nézzük meg, hogy miről is van szó itt a felfedezéses rész alatt. Először is újabb kiindulási csúcsot keresünk, ugye meg kell keresnem a legkisebb ősszúlyjal elérhető MX csúcsot, olyat, amelyik még nem véglegesített, és természetesen ezt MV segítségével fogom elvégezni. Miután őt megtaláltam, véglegesítenem kell ezt az MX csúcsot, ezt pedig ugye a DAM-tömbben fogom. Ezután jöhet a további rövidebb utak felkutatása ebből a bizonyos MX csúcsból. Hogyan történik ez? Nyilván megvizsgálom az összes X csúcsot, és mindegyik X csúcsra vonatkozóan megnézem, hogy találok-e oda rövidebb utat az MX-en keresztül, és amennyiben igen, akkor ezt regisztrálni fogom a min és a PEF tömbökben egyaránt. A minben a súlyt, a PEF-ben pedig az utat. Kicsit még azt konkretizáljuk, hogy mikor találunk rövidebb utat, talán ez az egyik legrelevánsabb kérdés, és amin leginkább el kell gondolkodni. Na, tisztázzunk pár alapvető dolgot. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy van nekünk egy MX-ünk, akit fixáltunk, és belőle próbálok kisebb költségű össúlyokat keresni, éleken át haladva a szomszédok felé. Ezt minden egyes X csúcsra vonatkozóan megteszem, tehát tekintsünk úgy az X-re, hogy ő az éppen aktuálisan vizsgált másik csúcs. Nyilván akkor érdekes számomra ez az X csúcs, hogyha ő egy nem véglegesített csúcs, és egyáltalán vezet oda él MX-ből, másképpen nincs is miről beszélni. Ekkor pedig a legfontosabb kritérium. Ha a mindben az MX-nél tárolt értékhez hozzáadva a szomszédsági mátrixom MX-X
indexeinél tárolt értéket, még mindig kisebb értéket kapok, mint ami a minemnek az x-edik indexénél van. Hú! Ekkor ez a bizonyos baloldali összeg lesz az x bevezető új, legkisebb költségű út. Tehát a legrövidebb úton haladva x-be mx-ből érkezünk. Tehát egész pontosan miről is van szó? Min mx az a súly, ami az mx-hez van éppen tárolva, ez a hozzátartozó legrövidebb út súlya, és rövidebb már nem is lesz. A graf mxx pedig annak az élnek a súlya, ami mx-et összeköti az x-el. Tehát, ha az mx súlyához hozzáadom az élnek a súlyát, és ezzel azt tapasztalom, hogy kisebb értéket kaptam, mint amit jelenleg tárolunk az x-hez, akkor az azt jelenti, hogy x-hez rövidebb utat találtam. Ugyanez a szituáció volt korábban a példában is, amikor azt tapasztaltam, hogy a 3-as csúcshoz az 1-esen áttalált 22-es súlyú útnál van egy rövidebb a 2-es csúcson keresztül, ami csak 20 egységnyi hosszú. És ennyi volt. Vége. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a varázslatos utazáson. Találkozunk még. Sziasztok!